Köszöntöm a kedves nézőinket! Mai adásunk témája Európa első börtönmissziója, illetve börtönkurziója. Mind a két szó igaz rá, és vendégem Mohos László, aki a törzsben szolgált, és mint bennfentes, és aki mindezt végigéltem. László, először néhány szót mondjunk, mi is ez a kurzió? A kurzió egy élmény, amit nem lehet szavakkal kifejezni, azt át kell élni. És azt gondolom, hogy ezt elég nehéz is volt átvinni ezt az üzenetet, hogy a keresztény embernek valami olyat adni, ami valahol az addigi tudását egészen máshogy valahogy egy teljesen új formába, de mégis összerakja egy élményen keresztül, és ennek egy varázslatos hatása van a személyiségre. És ezt megértetni itt a börtönkurziónál magával a rezsimmel, a büntetés végrehajtással, hogy ezt hogy lehet megtenni úgy, hogy ne szenvedjen sérelmet az élmény. Ugye Goethe azt mondja, hogy az a miénk, amit megértünk. Na most a magának, a kereszténységnek is ugye van egy folyamata, amely arról szól, hogy valamit kapunk, ajándékot a keresztséggel, a tanításától valamit elsajátítunk, mert össze kell állni a fejünkbe a dolgoknak, a valamilyen szintű teológiának, és ennek az egésznek bele kell költözni a szívbe. Valahogy meg kell érezni az Isten. Na most ezt kellett nekünk itt valamilyen módon megtenni, hogy megtaláljuk azokat az egyéneket, akik valamilyen módon vonzódnak, vagy keresztségben részesültek, akár katolikusként, akár más vallásoként. A többség az nem katolikus volt. Ez ki is jött, hogy Jézus az egész máshogy állnak. Nagy része 70% református volt ennek a 15 embernek. Ennek ellenére tudtunk nekik egy személyes Jézus élményt adni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon döntő dolog. Hát nem akarok előre szaladni. Tehát a kurzió az egy élmény. És hát úgy gondolom, hogy bizonyos kompromisszumokkal, amit a BV a keretei miatt, tehát az, hogy egy zárt közegben vagyunk, van egy napi rend, van egy struktúra, amihez igazodni kell. Így is a maximumot megadták, amit ennek első nekifutásra meg lehetett tenni. És azt gondolom, hogy mi magunk is nagyon sokat tanultunk ebből a dologból. Óriási lelki élményt kaptunk, és megéreztük Isten kegyelmét. Másrésztről pedig azt gondolom, hogy magát a kurziót is alakítani kell a börtönhöz. Valamilyen szinten az ottani benti emberekhez. Mert valahol a tanítást is valamilyen módon az egyén határozza meg, annak a szintjén valahogy ahhoz kell ide igazítani, hogy őt az megérintse. És hát ilyen értelemben ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy én, aki talán értelmiségének tekinthetem magam, együtt szolgálhattam a Szendrőládi cigány testvéreimmel, és a törzs fele ő tőlük jött, és hát ez egy óriási dolog. Tényleg évek óta beszélünk már erről a börtönkurzióról. Valaki most ki volt az, aki magára vette a szervezést, és milyen nehézségek adottak a szervezés közben? A börtönkurziót azt talán még Berecz Balázs vetette föl Miklós atyának, hogy kellene egy börtönkurziót csinálni, és innét indult el a folyamat. És ezért is esett talán Sátoraljaújrehelyre ez a börtönkurzió, mert egyrészben van ott egy kurziós börtönlelkész, aki belülről ismeri a rendszert, és voltak ott lelki gyermekei a rabok között, akiket valamilyen módon lehetett orientálni erre a kurzióra. Másrésztről pedig van több olyan ember, aki ezt fontosnak érezte, hogy ebben a folyamatban bekapcsolódjunk, és elindult egy dialógus magával, a rezsimmel, a börtönnel, arról, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni. Ugye a börtönnek megvan a maga szigorú beléptetési rendje, napi rendje, a fogvatartottak viselkedésével kapcsolatos előírások, akármit nem lehet ide bevinni, akármit nem lehet megcsinálni, tehát itt minden tematikusan
egyeztetésre került, és ez egy majd egy éves folyamat volt. És ennek a hosszú párbeszédnek lett az eredménye az, hogy kitisztult egy olyan menetrend, amit a büntetés végrehajtás is engedélyezett, és hát ki tudtuk tűzni azt a napot, amikor ez megvalósult. Elítéltek közül bárki jelentkezhetett, vagy volt valamilyen szűrés, vagy valamilyen eljárás, ami alkalmas vagy nem alkalmas alapban? Ezt a belső szűrést, ezt Miklós atya végezte el. Magát az a nyitottságot, vagy valamilyen szintű keresés. Tehát a börtönben nagyon sok esetben negatív diszkrimináció övezi általában, aki hites vagy vallásos, tehát lenézik, nem tartják igazán olyan embernek, akit hát ennek nincs respektje, ez nem egy presztízs bent hívőnek lenni. Van, ahol ezt nagyon-nagyon lenézik, például ez büntetésvégrehajtási intézményenként is változik ennek az úgymond rangja. Itt Sátoraljaújhelyen én azt gondolom, hogy Miklós atyának volt elsősorban szerepe abban, hogy ez talán egy kicsit a jobb megítélésű kategóriába tartozik, és ő választotta ki azokat az elítélteket. Itt elsős körben fölvetődött az, hogy más BV-kből is szállítással egy héttel előtte már ide hozzuk azokat a jelölteket, akiket esetleg más börtönlelkészek is egy ilyen lelki gyakorlatra, úgymond egy kurzióra alkalmasnak tartanak. Végül is ezt első körben nem lehetett megtenni. Lehet, hogy még második körben sem lehet megtenni. Ez egy ilyen átszállítás, azért egy komoly procedúra. Tehát itt azért... és utána ezt valószínűleg vissza is kellett volna szállítani, tehát az még ugye újabb dolog. Elég túltelítettek a börtönök, tehát 140%-on van a börtönöknek a telítettsége. Tehát így magára a konkrét intézményre fókuszáltunk, és ebbe 17 elítélt került bele első körben, amelyből 15 tudta elvégezni a kurziót, mert ketten időközben a börtönből elszállításra kerültek más letöltendő helyre. Kedves nézőink, a mai adásunk a börtönkurzióról szól, Európában először, Magyarországon. Vendégem Mohos László, a szolgálótörzs tagja. Következő adásunkban folytatjuk. Köszönjük figyelmüket!